Külön erre az alkalomra gyártatott 100x 139 cm-es papírra festette meg Rubens Faust szőlővel című grafikájának adaptációját az általa kikísérletezett kávéfestékkel Cirok Róbert, aki ezzel magyar rekordot állított fel. Az akvarell festés alapjaira épül ez az egész, de egyáltalán nem ugyanaz egy szerves élő anyaggal festeni, mint a bor, vagy mint például a kávé, az egy érdekes dolog. Magyarországon ritkának számít ez a technika, de világszinten vannak, akik profi szinten űzik a kávéfestészetet, tudtuk meg Cirok Róberttől. Többen is festenek kávéval. Többek között az egyik ismerősöm, hát ugyancsak ilyen cybertérben ismerősöm, ő egy szingapúri srác, aki nagyon jól műveli ezt, aztán van még egy amerikai srác, aki nagyon hiperrealisztikusan ilyen Marvel képregényeket fest kávéval. A kávéfestészet magyar rekordja után Robi jövő őszre egy újabb kísérlettel készül, amikor borral festett képpel szeretne majd csúcsot állítani.